Adult. Adult. Ez a két ember nyaral rajtunk itt. Nem, ez nem Terence. Hol vannak, hol vannak? Sehol semmi ember. Múltkor egyébként, amikor kipróbáltam ezt a nyaralós dolgot, akkor azért többen voltak itt. Nem tudom most miért vannak itt ennyire kevesen. Hétköznap van, lehet azért, lehet, hogy hétvégén többen vannak. Nem tudom. Akkor viszont aludj te is. Szerintem beférsz még ide. Nem tudok vele elmenni, mert amit Phoenix-re nem tudok elmenni. Itt is a medve. Ne aggódjatok. Milyen az egész család horgászni? Azt is szeretném majd, meg mindenféleképpen szeretném azt is, hogy tábortűzet rakjanak. És meséljenek ki a nagyon ijesztő tábortűzes sztorikat, amik úgy az ilyen amerikai filmekben kihagyhatatlanok. Egyszer csak úgy bekopogtatok a szomszédokba, az hello, van itt egy tini? De csak akkor a gazdag szomszédokhoz megyek át. Tölts le egy tinit a galériából, de nem tudom hozzáadni szerintem a családhoz, meg hát ez már milyen lenne, akkor már a család tagja lenne, azért az ugye elég durva lenne. Húha, fuss a WC-hez, Diana. Itt is van valami. És mind a ketten? Ki lesz a gyorsabb, Phoenix vagy Diana? Diana vagy Phoenix? Gyerünk, kiér hamarabb oda a WC-hez. Hú, drukkoljatok, téteket lehet tenni. Hogy aha. Na, mondjuk tök mindegy, meg külön a férfi, meg női. Pedig mekkora izé lett volna. Mekkora szemétség lett volna, te ott vagy a gyerekem, így ebben pisil, és ő megy előbb. Creepy pasztát tegyenek. Ja nem, Phoenix, Diana, igazatok van. Jó, bocsánat. Csináljatok akkor együtt egy képet a budinál. Ezt mindenféleképpen meg kellett örökíteni. Ezeket a fényképeket egyébként meg lehet valahol nézni. Go hiking. Menj el hikingolni. Ne beszélgess Teóval. És ő hova ment amúgy? De még megnézzük. Ó, itt vannak méhecskék. Méhecskéket össze lehet szedni? Össze lehet szedni a méhecskéket. Csak meg ne szúrja őket. Jó. Ezeket is össze lehet? Ne féle növényeket. Növényeket, állatokat össze lehet itt szedni. Mókust is lehet szedni, otthon rá egy mókust. Teónak mi a baja? Még mindig fáradt. Szállandóan fáradt. Ha megjöttünk, szinte csak alszik. Neki a higiéniája, meg a WC-je van lent. Hol van a nagyon büdös, legyes budi? Ez az, ugye? Igen, ez az. Menj el akkor, és fürödj is le. Meddig fog tartani a videó? Szerintem még max. Egy óráig. De fönt lesz YouTube-on, hogyha esetleg mennetek kell, vagy ilyesmi van, mert nem akarom, hogy lemaradjatok. Néha azért egy-két kommenten így ledöbbenek. Ezen a mókusoson főleg. Plan outfits. Hát lehet őket öltöztetni. A sátorban át tudnak öltözni. Na, milyen ruhát rakjunk akkor? Azt a minden itt tényleg nagyon izmos. De most miért ilyen ruha van rajta? Everyday kellene. Careful camper. Hát ezek. Milyen új ruhák vannak?
Ez az egyik új, hát ez nem. Ez is új, ez se szerintem. Ez is új. De nem is őt akartuk átöltöztetni, hanem Phoenixet. Nem Summert. Egyik ilyen madaras. De ezek annyira nem szép ruhák. Ja, még itt van egy új. Még a fiúk közül is szerintem sokan megirigyelik ezt a kockahasat. Na, Summer szép lett? Ki legyen mackó jelmezbe? Írtátok egyébként, hogy valaki legyen mackó jelmezbe. Van új nadrág is. Így jó lesz. Na, szerintem így tökéletes. Miss kockahas. Az biztos. Itt mik az újak? Van fekete zokni. Na hát ez... ez egyre rosszabb. Csak azok megnézem az új ruhákat is, de nem ez lesz, ne aggódjatok. Van egy nagyon szexi magas sarkú. Meg vannak új sportcipők is. Biztos lesz olyan update, amiben lesznek állatok, csak nem tudom, hogy mikor lesz. És most mibe kellene visszaöltöztetni? Mibe volt? Húha, mibe voltál? Ebben a ruhában voltál? Csak más színben, nem? Mondjuk ez kempingezés, ez annyira nem lehet kényelmes. Én úgy gondolom. Jaj, ez nem így nem lesz így jó. Ez nincsen más színbe. Legyen a kockás felső. Teó legyen mackó. Legyen Teó mackó? Írjátok meg, hogy legyen-e Teó mackó. Ez itt jó, vagy nagyon izmos a lába, és ezt annyira nem akarjátok nézni. Nem tudom, milyen legyen. Most tudom, milyen volt most így hirtelen. Szerintem ez így most jó. Lumberjack felsője legyen. Kis favágó. Jó. Ez hol volt? Toppoknál, ugye? És valahol itt. Karácsonyiak. Így még most már nem tudja, hol voltak az új dolgok. Ez az. Ez, és akkor ehhez válasszunk ki egy nadrágot, mert ez nem illik szerintem a szoknya. De melyik nadrágot válasszuk ki? Melyiket válasszuk ki? Nem már. Milyen nadrág legyen rajta? Csónadrág. Van itt egyáltalán csónadrág? Én most így nem nagyon látom. Jeans. Az a, hogy annyira izmos a lába, hogy ez ilyen nagyon durván izmos. Hosszú farmer. Nem tudom igazából. Az a baj, hogy mivel kisik a stream, ezért nem tudom, hogy melyikre írjátok, hogy ez jó. Rövid nadrág, vörös tért naci. Erre gondoltatok? Most akkor megvárom. Most van rajta egy ilyen piros nadrág. És erre gondoltatok, legyen ez? Ah.
Formel és más cipő. Az előbbi barna short jó volt, de az már sajnos nem tudom melyik volt. Jó, nem lesz magas sarkúban. Akkor... nem tudom, milyen cipő kellene neki. Ilyen papucs. Ez aranyos. És akkor ez pirosba. Piros legyen, legyen hosszú farmer, legyen fekete farmer, short. Neki mást ír. Ez így nem lesz jó. Fekete farmer short. Jó, akkor ez lesz. És akkor írtátok, hogy itt is alul lehet változtatni. Szerintem a kislánya nem változtatok. Vagy hát megnézem azért az új ruhákat. Vannak ilyen... Jó, ez cuki! Ez lesz. Ez cuki. Úgyhogy ez lesz. És milyen új cuccok vannak még? Hát ez nem. Ez se. És ez se, ez olyan fiús szerintem. Komolyan néha úgy érzem, hogy a gyerekeknél nincs külön szedve a fiú és a lány ruha. Nem tudom, hogy ti hogy látjátok, de szerintem így... Nem, ez lesz, ez nagyon cuki, és... mondjuk milyen színben legyen, legyen rózsaszínben. És lehet rá is medve kosztümöt adni. Lehet jeges medve. Tudom, hogy kövér. Mackos póló legyen. Jó. Ez lesz. És akkor... szerintem ez a nadrág, ez jó lesz. Mondjuk feketében. Bár mondjuk ez is olyan rossz. Csak ezt a hatalmas zoknit szerintem leszedem róla, mert ez borzasztó. És van új cipő, de hát nem feltétlenül. A gyerekeknek egyébként annyira rossz ruhák vannak, szóval ilyen, nem tudom. Így ordít róluk, hogy ezeket ne használd. Azért egy cipőt, ez nincs más színben, feketében mondjuk. Most a jeges macit akarjátok ruhának, a jelmezt, vagy ezt a aranyos halas mackós pólót? Ugye megvárom majd a választ, csak nem tudom, hogy hol tart megint. Phoenixet addig elkezdem, és akkor majd, ha megvan a válasz, akkor... Aha, hát itt már nincsenek úgy nagyon új ruhák, mert már ugyanazok a ruhák vannak a tiniknek, mint a felnőtteknek. Milyen az a szexi ruhát? És ez mindenkinek annyira relatív, hogy mi az, hogy szexi ruhát adjak rá. Ebből az erővel ráadhatnék egy izét. Ez tök cuki, de tudom, azt fogjátok mondani, hogy ez nem jó. Már ismerlek titeket. Ez se jó. Ne. Vissza. Nem. Ez elég szexi? Mondjuk kékbe. Na, ez elég szexi? Aha, cicás mellény, jó a bikin is. Jeges medve. Új haj? Vannak-e új hajak? Ezt nem is tudom. Vannak! Ezt meg se néztük, mi? Ez, de... ez nem feltétlenül egy olyan haj, amit rá szeretnék rakni. Illetve van ilyen. Ilyen. Ilyen és ilyen. De szerintem maradok az eredeti hajnál. Nekem az jobban tetszik. És vannak új sapkák is.
Nem tudom, sapka legyen rajta, vagy ne legyen rajta. Szerintem ne legyen rajta, az nem áll neki jó. Vegyem le róla a szemüveget. Remélem nála gondoltátok. Nem tetszik a szemöldökkel, azt nem tudok változtatni? Biztos tudom. Hol tudok? Hol tudok a szemöldökén változtatni? Nem tudom, ezekkel sose foglalkoztam, hogy én most itt nagyon kisminkeljem őket. De lehet ezért nem találok egyetlen egy tini fiút sem, ahogy meglátják, elszaladnak. Mi a baj Phoenix lábaival? Mindegy, meg szerintem nincs vele semmi baj. Teót is át kéne öltöztetni, szerintetek? Van ilyen új Jackie, de hát ez ilyen... Van ilyen biciklis ruha. Van ilyen. Ez mondjuk jól néz ki. Aztán van ilyen. Ez nem tudom, szerintem ez a séf ruha. Ez nem hiszem, hogy a kempingessel jött volna be. Meg ez se szerintem, ki az, aki ilyenbe kempingezik. Megint levettem róla a nadrágot. Még leveszem róluk a nadrágot. Ez összeillik, nem? De te ezt tetszik? Teó, a Teó legyen a medve ruhába. Tényleg. És Teóból tényleg szeretnétek, hogy medve legyen. De azért ezeket gyorsan megnézem. Mert hogy akkor nem fogjuk csillogni, hogy még nem néztem meg. Nem tudom, mire írjátok azt, hogy nem. Comfort camper. Na hát ezeken nem. Teó legyen a medve. Jó, Teó medve lesz. Hol voltak azok? Full body, gondolom itt. Teópo, medve legyen? Így jó? Nem akarom az egész családot medve családdá változtatni. Ők hangyásék, nem medvésék. Maci, ne legyen medve, ne, yeah, Darth Vader, mindent írtok. Igen, ne, igen, ne. Hát, eléggé megosztó egyébként, hogy most legyen-e Teóból medve, vagy sem. Szerintem az legyen, hogy ameddig itt nyaralnak. Hát, többen írjátok azt, hogy ne legyen. Nem tudom. Akkor amíg nyaralnak, addig medve lesz Teó, jó? És utána majd otthon átöltöztetem. És akkor végül is mindenkit megcsináltam. Jó, oké. Legyenek hangyák, hát sajnos hangyaruha nincsen. És akkor majd, hogyha hazaértek a nyaralásból, amiből egyébként még tök sok idő van, és lassan vége a streamnek, úgyhogy nem tudom, hogy hogy lesz. Ma van a tányérozó. Na, szóval akkor Teót majd visszaöltöztetem, hogyha hazaértek, addig pedig a Maci. Úgyhogy úgy nagyjából szerintem akkor mindenkinek megfelel. Pedig tök cuki, nézzétek, ahogy alszik a medve jelmezben. Még akkor se veszi le. Ezeket a bogarakat nem lehet amúgy elkapni? Nem. Jó. Ez micsoda? Feeling happy. És ott van egy nyalóka. Remélem nem a medvétől kaptad. Ő tini, Eduardo!
Itt egy tini, aki fiú, majd átváltoztatjuk a külsejét. De meghallgatták imáimat. Biztos. Ő inkább szerintem csak beszélgessünk először. Más játék, gameplay vagy esetleg végigjátszás? Nem tudom. Persze, hát van egyébként, de most a Sims-et se lehet végigjátszani, tehát hogy... Most miért nem beszélsz? Találtunk egy tinit végre neked. És akkor most nem. Még hány nap van a nyaralásból, nem tudom egyébként ez hol írja. Azt tudom, hogy nem jó pasi, de meg lehet mindenkit változtatni. Ez meg állandóan horgászik, ez a csaj. Te is horgászol, ha már medve vagy. Ez az a snob gyerek, akivel találkoztam a parkban, azt írjátok? Ő is felnőtt. Az egy dolog, hogy őt is Eduardónak hívták, de nem biztos, hogy ez ugyanaz az Eduardó, nem? Bár mondjuk ennek is hosszú haja van. Ez fiatal, felnőtt is nő. Nem tudom, meddig lesz a live, hogyha visszajöttek a nyaralásból, akkor biztos, hogy vége lesz. Tehát, hogy nem szeretném sokáig húzni. De már így is egyébként... Már ez elég sok ideje megy, na. Ricky Norris. Nem Conchita, nem az Phoenix, nem azért lett Phoenix, nem a Conchita miatt. Nem is látom most azt a srácot, ez így... Aha. Phoenixnek vörös olja, ezért nem buknak rá. Erre most akkor nem mondok semmit, jó? Fincsi a tea kellene már öntelem magamnak, mert elfogyott. Akkor relaxáljál. Te utána mit csinálsz? Elküldtem horgászni, és még mindig alszik. Ő pedig relaxál. Phoenixet nagyon el kellene küldeni pasizni, de hova lett az az Eduardo? Állítsd meg az időt és úgy keresd meg. Még jó, hogy vannak ilyen értelmes, okos emberek, akik tudnak jó tanácsokat adni. Ez egy nő. Ez egy fa. Ez pedig egy fiatal felnőtt férfi. És kik vannak még itt? Valaki? Egy táborhelyen, ahol elméletileg nyüzsögnie kellene az embereknek? Nem. Nem. Elvitte a pedomacia tinit, már csak nem. Ott van, nem? Nem. Ő is felnőtt. Az egyetlen tini, akit megtaláltunk, eltűnt. Én nagyon nem vagyok szerencsés, úgy érzem. De Teó legalább tud futni. Jó van. Ez egy fa. Itt az Enderman. Nincs Enderman. Slenderman lehet max. Diana. Ott a Tini? Vagy ez megint az a sávó, akiről azt hittem, hogy a Tini. Ja, itt hagyott minket. Ez van. A gyerek mit tud vajon itt csinálni? Azért az úgy érdekelne.
Ez a granola. Egy ilyen műzlit. És ő pedig joghurtot eszik. Summer eléggé szomorúnak tűnik. Miért ilyen szomorú? Ja, még mindig a rovarok miatt. Valahogy nem teszi magát ezen túl. Az energiát küld, ne a szerencsét. Pénzenergiát, azt így. Küldöm a pénzenergiát. Na, megint itt van az egész család egyébként. Tök jó, hogy sütjük a halat, vagy nem tudom mit. Ez szerintem hamburger lesz. És ők pedig joghurtot esznek és műzlit. Hívtad Eduardot telefonon keresztül? Aha, jó, ez egy jó ötlet. Eduardo nem jön el, mert busy. Hát akkor ne jöjjön el. Vegetáriánus hamburger. Ez most komoly? Mackó. Jól van. Akkor hozzuk az egész családot szerintem horgászni. És akkor ilyen közös családi program lesz. Azért az annyira nem lassz. De miért hagyja abba? Máshol nincsenek ilyen tápos... Van olyan hely, ahol nem ilyen tápos halak vannak? Itt például. Miért írt a creeper fejeket? Itt nincsenek tápos halak? Növesszem fel Dianát. Akkor jobb lesz szerintetek? Legyen fiatal felnőtt. De hát még suliba jár, még nem akarom még felnöveszteni. Te ú, egy hangyás medve. Na, itt tudnak horgászni, akkor ide jön az egész család horgászni, mit szóltok hozzá. Itt nincsenek tápos halak, itt tudnak horgászni. Rossz helyre raktam most meg a telefont. Olyan Springsben lévő parkban kell horgászni. Oké. Akkor majd ott fogok horgászni. Elnézést, de már nagyon szomjas vagyok. Hoppá! Jajjaj! Szökik a telefonom. De miért növelszem fel Dianát? Nemrég lett tini? Mentál level 10. Hát nem tudtam, hogy a horgászástól értelmesebb lesz. De most már ezt is tudom. Kicsit felnövesz, kicsit föltápolom őket. Komolyan. Jó, akkor állj neki ízé fekvő támaszozni. A halakat már nem tudsz fogni. Te pedig nézd a csillagokat, amik felhők ilyenkor. Ajaj, hol vannak itt emberek? Nem látok sehol egyetlen egy ember se, ez így eléggé aggaszt. Kihorgászott egy eperet. Take me to lodging, explore woods. Ezt nézzük meg, ez micsoda. Hát, ott vannak a tinédzserek. Phoenix a tini, Diana az gyerek. Ide tudok menni? El tudok menni a nemzeti parkba!
Nem tudok benézni a házakba, akkor csak akkor tudnék benézni a házakba, hogyha azt béreltem volna ki, szerintem. Mondom, hogy fáradt vagyok. Néha összekeverem őket. Itt egy ember, aki fiatal felnőtt. Ez a csávó szerintetek megéri azt, hogy felnövesszem Phoenixet? Megéri szerintetek? Vagy nézzek azért, hát van itt valami tini. Na, itt fog lakni az egész család. Igen, igen, nem, nem, nem. Nem éri meg, is, is, igen, 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 igen. Hát, mennyi idő kellene egyébként, hogy 41 nap. Megéri bőven. Akkor itt fel tudom egyébként növeszteni. Itt nem tudom felnöveszteni, úgyhogy igazából mindegy. De összebarátkoznak, és akkor majd otthon felnöveztem. Nem tudnak randizni, hát szerintem, hogyha más életkorban vannak, akkor nem tudnak randizni egymással. Nincs itt, hogy flört, látod? Funny? Mesél neki vicceket. Friendly. Miért akarod megkérdezni a... Na mindegy, érted. Himba Darfi. Himna Vazib. Ah? Dravois Nerzi. Warb. Hát jó, úgy lehet, hogy annyit is, mint az apja, de hát most ez volt probléma. Most őszintén. Na jó, azért. Nem. Elveszem a gyerekkorát, már nem gyerek, hanem tini. Mindegy, egyelőre összebarátkoznak, aztán majd kiderül, hogy mi lesz. Ne aggódjatok, nem lesz itt. Nem lesz itt semmi, főleg, hogy nem is tudok összejönni, mert ez fiatal felnőtt, pedig tini. Ismerd meg, és ha rossz tulajdonsága van, akkor ne növezd meg. Egyelőre ő outgoing. Egyelőre jó tulajdonságokkal rendelkezik. Dribs, Iba, Schwabi, Koiba, Pleva, Zarps. Geek, szerintem teljesen jó tulajdonságokkal rendelkezik. Girl Panda? Iba, Vimpa. Tehát kocka szeret kijárni a természetbe. Felpofosztasz rögnek egymáson. Nem lehet kém stratégiákról beszélgessünk. Nincsen debreceni rokonom. Hova mész? Ne menj el! Ne menj el! Azokat micsodák a földön? Azért ez érdekelne. Ott is van valaki, az tini. Ez itt micsoda? Fúj! Ezeket össze lehet szedni? Ja? Ja, szedjük őket össze. És te, szerintem te felnőtt vagy. Nem olyan tinis beütése van.
mi van? Sima virág. Ez a természet, mizé park. Mert hogy őszintén szóval pontosan ugyanúgy néz ki, mint az előző hely. Na jó, ez mondjuk szép. Te ezt össze lehet gyűjteni? Nem. Ez micsoda? Ilyen nagy szitakötő nem létezik. Ez ilyen Jurassic Park kb. Na, na. Miért megy át más emberekre? Itt vajon más halakat lehet fogni? Nem tudom. Fogjál még ilyen Jurassic Park méretű valamiket. Meg ezeket is fogjuk, nem tudom mire lesz jó. Ez micsoda? Nem tudom, de nagyon szalad. Ez meg az a csávó, akivel majdnem összebarátkoztunk. Egyébként valakire nagyon hasonlít. Ez kicsoda. Valakire nagyon hasonlít, de nem tudom, hogy kire. De lehet, hogy ti nem is ismeritek, mert nem biztos, hogy YouTube-osra hasonlít, csak hogy valakire nagyon hasonlít, és nem tudom, hogy kire. És ez ilyenkor zavar. Na mindegy. Nem Tini volt. Ez az a csávó volt, akivel összebarátkoztunk. Ott repül egy sasmadár. Vagy valami hasonló. Megint Teum vagyok. Phoenix bogaras. Csak bogarakat gyűjt? De most ő hol van? Így itt is van ilyen budi, értem. Egyébként mióta van kedd? Szerintem kedd volt akkor is, amikor elkezdtük, és azóta már azért lement néhány nap, nem? Nem tudom, hogy meddig tart a live, addig biztosan, ameddig itt nyaralnak. Remélhetőleg azért hamar el fog telni, most már lassan ez az idő. De hogyha mennetek kell, akkor fönt lesz YouTube-on. Úgyhogy nem maradtok le semmiről, nem kell aggódni. És ha fáradtak vagytok, akkor menjetek nyugodtan. Majd szerzek tehén növényt, de most nem... Nem erről szól most ez aztán. Ő is felnőtt. De ő medve. Medve jelmezes férfival nem szívesen ismerkednék meg. Majd szeretnék amúgy ilyen kérdezfelelek livestreamet tartani, de az nem most lesz. Úgyhogy trecska játékkal szeretnék foglalkozni most. Nem tudom hány, most már szerda van, de akkor hány, mikor jöttek? Melyik nap vajon? Nem tudom, nem néztem meg. Jaj, meg kellett volna nézni, hogy milyen nap jöttünk. Jó, én ebbe a csávóba nem bízok meg. Szaladj, Phoenix! Hétfőn jöttünk? Hétfőn kezdődött a nyaralás, és most még csak szerda van? Jól van. Hát most igazából mi bajod van neked? Egy él? Meg aludnod kellene neked leginkább. Teónak pedig granolát eszik. Ú, az tök jól néz ki. Grillezett gyümölcs. Az banán? Vajon? Érdekes. Gishal, Tribnefenib. Oh, Zappelnarf. Tekerjek többet szerintetek? Mármint az időt. Ha
7 napot állítottunk be. Igen, lassan megy az idő, ezt én is észrevettem. Úgyhogy aludjál, te is aludjál, te alszol, és te is aludjál, és akkor egy kicsit gyorsabban fog menni. Nem tudom egyébként, mert emeltek most 3 moderátorom is van, de nem láttam, hogy írtak volna. Szerintem igen, szombat vasárnap is fog tartani. Este akkor tábort üzeznek, az biztos. És az a baj igazából ezzel a 7 nappal, hogy nem tudom, hogy 7 nap az lehet, hogy sok ebben a ezen a helyen, vagy annyi minden nem lehet igazából itt csinálni. Ugye a Sims 3-ban azért nagyon sok helyet meg lehetett látogatni az ilyen kirándulós DLC-kben, de mondjuk azok teljes kiegészítők voltak, ez meg csak egy game pack. Úgyhogy egyébként nagyon-nagyon jó ez a game pack, nekem nagyon tetszik, nagyon örülök. Végül meg lett. Itt egy csaj. Aki szemőr. És mit csinál szemőr? Nézi a táblát. Ő is akkor menjen el vécézni. Jaj, megint beakadt. Ne akadj be. Na, így jó. Igen, az a baj, hogy folyamatosan az erdőben vannak, és nem tudom, hogy így hogy lehetne ezt 7 napon keresztül olyan dolgot csinálni, hogy izgalmas legyen. De kiderült a mackunk. Menjenek akkor megint horgászni. Legalább akkor fejlesszük a skilljeiket, hogyha már más nem nagyon lehet velük csinálni itt. Hol van a horgászhely? Itt van a horgászhely. Most se értem egyébként, hogy miért csak ilyen tápos helyek vannak. Ez egy kicsit furcsa amúgy. Na mindegy. Mi legyen akkor? Szerintetek pénteken menjenek haza? Mert abba tudom hagyni igazából bármikor a nyaralást. Viszont akkor akkor addig tart a stream is. Így pénzt is keresnek, meg moszatot fognak. De most, ha szombaton hazam ennek, annak meg már mértem meg, hogyha vasárnapig vannak. Egyedül Teónak izé gáz az a horgász, ezt nem értem egyébként. Ennyire nem tudsz horgászni, Teó? Akkor horgász izével eperrel. Most van szerda. Akkor még itt vannak egy napot, és akkor pénteken hazamennek szerintem. Van egy elrejtett hely. Itt hol van elrejtett hely? Azt tudjátok, hogy merre van? Úristen, mennyi halat fogtak. De legalább ilyen halni nem fognak. Szedd fel a szöszit. Milyen szöszit? Kiunta meg a horgászást. És miért? Ja, vécéznie kell, de nagyon. Remélem nem lesz nagy sor. Itt a srác, nem? Várjatok? Nem. Ő is felnőtt. Meg ő is felnőtt. És ő is felnőtt.
lehet végül is Sims-es kihívás, de nem tudom, hogy, hogy milyen kihívás lehetne. Mert kétségbeesés kockája az olyan, az olyan jó volt, de még egyszer egy olyat azért nem akarok. Előmásznak egy sziklából. Menjek vissza szerintetek akkor a Nemzeti Parkba? Biztos ott van egyébként a szikla. Várjál csak. Fél a mackótól, tök vicces. Pedig az csak egy izé mackó ember, aki mackónak van öltöző. Hol volt az a kis bódé? Itt volt a bódé. Explore Woods. És ez mit csinál, hogyha felfedezi itt a erdőt? Itt vagyunk most, itt vannak a házak. És ez az egyetlen hegyhely van, ahol el lehet még menni, a Nemzeti Park. De cuki az a kutya, amit írtatok chatbe. 100 baby challenge? 100 gyereket kéne csinálnom? Azért az elég durva. Akkor itt keressük meg szerintetek azt a követ, amiben bele lehet bújni. Itt vannak kövek. Nem tudom, hogy bele lehet-e bújni. Nekem egy egyelőre nem úgy néz ki, amiben bele lehetne bújni. Szerintem azért azt úgy jelölnék, hogy szerintem oda nem is tud már elmenni. Ja, oda már nem tud elmenni. Itt vannak még ilyen sziklák. Meg sasmadár. Nem tudom, hogy az egész csádat hogy tudom idehozni. Bár azért elég durva, hogyha belegondoltok, így este a tínédzser csak így eljött egyedül egy nemzeti parkba, ahol senki nincsen, csak vadállatok. Tudja valaki egyébként, hogy... hogy merre van az a hely? Esetleg láttatok valami videót, vagy bármi ilyesmit? Lehet egyszerűbb lenne úgy. Ezt lássa ki. Itt van valami white plant. Nem tudom, hol lehet az a hely, amit mondtatok. Sajnos. Megint szerda van, tényleg. Vagy még mindig az előbb csütörtök volt már? Mindjárt megnézem. Az előbb csütörtök volt, vagy... vagy bugol az idő? Ez furcsa. Egyébként már tényleg szerintem több ideje itt vannak, mint 3 nap. Sokkal több ideje. Új, mi van? Rainbow Firefly. De jó, ilyen kell otthonra. Ezeket nem lehet elvinni? Miért szeretnétek még egy gyereket? Itt van oda! Oké. Vízesés mellett. Itt van szerintetek az a titkos hely? Keresem, keresem. De nem találom. Én itt nem találom azt a titkos helyet, amiről beszéltek.
Ez meg az a Ricky izé csávó, akitől lehet kérdezősködni, de nem akarok. De a vízes is mellett én nem látom. Tehát, hogy... hogy ott lenne ilyen hely. Nem tudom, hol lehet. Nem, tényleg nem látom. Lehet, hogy én vagyok a vak, de... Fürödj meg a tóba, szerintem nem lehet. Mindjárt megnézem, de szerintem nem lehet. Csak horgászni lehet a tóba. Recovery feeling. Hát ez elég durva. Olyan dolgok történnének, mint abban rajzfilmben. Harvest. Jó, akkor szedjünk növényeket, majd otthon elültetjük őket, biztos jó lesz valamire. Ott vannak ilyen izék. Ilyen kell otthonra. Nem tudok megfürödni a tóba. Van egy szivárványos vízesés. Itt valahol? Szivárványos vízesés. Nem látom. Az a baj, hogy tényleg nem látom. Hova lehet travelölni? Egyébként most megállt a chat, nem írkáltok? Vagy csak úgy meghalt? Mert úgy döntött, hogy meghalt. Máshol nem lehet menni. Tehát itt voltunk. De máshol nem lehet itt menni, én úgy látom. Sajnos. Meghalt a chat. Kíváncsi leszek egyébként, hogyha most megint szerda van, akkor így nem tudom. Nem örülök neki, hogyha megint szerda van. Most már csütörtök van. Akkor ez az utolsó nap elméletileg. Még nem tábort üzeztünk. Akkor most mindenki föl kell és tábort üzezünk együtt. És énekelünk camping dalokat. Még mesélünk ilyen horror sztorikat. Remélem egyébként meg megy a stream. Elég ciki lenne, ha nem menne. Mi van? Oh. Kell hozzá tábortűz? Akkor nem mondd el a sztorit. Most lehet? Szimiste, group story, Tripna. Ghost story, és mindenkinek. Az ott mi volt? Az ott egy szellem volt? Azt a mindenit. Nem gondoltam volna, hogy ha ilyen szellem sztorit mesélek, akkor meg fog jelenni tényleg egy szellem. Azért az eléggé creepy. Közben a laptop kikapcsolt. Még ott se tudja esetleg nézni a kommenteket. Jó, inkább feküdj le aludni. Te pedig... menjetek medvejátékot játszani. De elég ijesztő vagy, és miért vagy itt?
Miért nem látom a chatet? Ha írok valamit. Igen. Akkor sem fogom látni. Jó, majd kiderül. Ezt nem hiszem, hogy a medve jelmezbe csináltam. Na jó van, viszont ez így nagyon rossz, hogy nem látom a chatet, úgyhogy szerintem akkor itt lesz vége ennek a livestreamnek. Úgyhogy hazaküldöm őket. Hát nem is tudom egyébként, hogy egyáltalán látjátok-e, de így nincs őszintén szóval túl sok értelme. És akkor hazamegy az egész család így. És akkor, hát remélem azért tetszett nektek ez a stream, természetesen fent lesz YouTube-on, azt egyelőre nem tudom, hogy hány perces videó formájában, lehet, hogy egy órás, lehet, hogy 20 perces videókra fogom darabolni, majd kiderül. Ezt majd úgyis meglátjátok. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett nektek. Doki voltam, sziasztok!